Ma volt a ellenem zajló büntető eljárásnak a első fokon az utolsó fordulója. Végső soron a bíróság azt elismerte, hogy semmilyen hazugság vagy ferdítés abban, amit elmondtam, nem volt. A vádak alól felmentett. Ez elsőfokú ítélete, az ügyészhoz kinyilvánította, hogy fellebbezni fog, semmiképpen nem hátrálunk meg. Azt gondolom, hogy az igazság és a jog az itt látható módon külön vált. Az igazságot valahogy fordítva kellett volna képviselje a jog, hiszen a túloldalon történtek olyan jogtalanságok, olyan csalások, amelyekkel szemben el kellett volna járni. Abban teljesen biztos voltam, hogy semmit nem vétettem. Az, hogy a septében összerakott jogszabályok értelmében valami kifogásolni valót találnak az én beszédemben, az számomra nem az igazság képviselete, hanem annak a szándéknak, annak az uralomnak, annak a hatalomnak, amelyik hátulról, nem is az országból ezeket a történéseket irányította. 500 helyen megsértették az etikai kódexet, amikor a gyógyszerkísérletekbe való részvételre biztatták az orvosokat, amikor ismeretlen összetételű szert adtak, amikor propagálták a szert, amikor megkülönböztették a be nem oltottakat, amikor a páciensnek a beleegyezését kérték, és így tovább. Tehát rengeteg etikai szabályt megsértett az orvosi kamara. Most ez szerencsésen is jól alakult, és örülök az ítéletnek. Természetesen egy pillanatra nem lehet pihenni, hiszen a jövő héten és az azt követő héten is egy-egy bírósági ügyre fogok még menni. Reméljük, az is hasonlóan sikeresen fog alakulni. Elkönyveljük a rubrikába a sikert, és megyünk tovább a csatában. A bíróság dr. Tamasi József vádlottat az ellene rémhírterjesztés büntette, BTK 337. paragrafus második bekezdés miatt emelt vád alól felmenti. Az ítélet nem a tetszésnyilvánítást azt nem a vádlott elmetesse meg szívesetlenül megtenni. Az ítélet rendelkező részét átadom az ügyészség, a védő valami...